Na jó, ez egy kicsit vicces lesz majd, mert ilyen virágtartóból, meg két dobozból, meg egy energiaitalból itt tákoltam nektek egy ilyen kameraállványt. Na, ez a kameraállvány ahhoz kell majd, hogy megtartsa. De milyen energiaital? Egy ilyen fabos, forever aktív boost. De ez ahhoz kell majd, hogy így megtartsa a kamerát. Jó, mi? Remélem jó lesz. Amit hallottok, persze az a fejhallgató jó kihangosítva. Úgyhogy én nem fogom hallani, hogy jobbról vagy balról lőnek. Ez csak ahhoz kell majd, hogy... Hát, hogy ti halljátok a játékot, jó? Valahova át kell majd tennem, de nem tudom áttenni, hogy felejtsétek el, jó? Kész? Elfelejtettétek? Az jó. Na, itt lesz a hang, aztán remélem, hogy nem leszek teljesen benne a képben. Szóval, ugye single player-t választunk, és valami jó világos pálya. A világos pálya az ahhoz kell, hogy lássátok, hogy mi a fene történik. Természetesen nem alapvető botokkal fogok játszani, mert azok mindig ugyanazok. Mindig ugyanolyan formájuk van, hát válasszunk ki valami normálistól eltérőt, mondjuk egy rókát, egy trollt, vagy valami hasonló, itt van valami gyík is, akkor itt van egy német juhászkutya is van, akkor mit tudom én, legyen egy nagy vörös sárkány, meg nem tudom. Rengetegféle ilyen player modellt szedtem le, itt van maga az ördög. Érdekes, nem? Mindegyiknek más formája van és más modell. Itt egy furri, meg ugye több is van, Neko is, meg a Neko mellett is, aki van, az a Nekosis, ez is egy furri. Aztán itt van egy ilyen husky kutya is, meg csirke is van. Nagyon hülyén néz ki a csirke, azt az a neve, hogy pingvin. Na mindegy, nem kell mindent értenem. Aztán lesznek emberibb alkatú, ha mondjuk ilyen emberszerű formájú emberkék is. Ugye most kicsit szokatlan, én is rajtam a fejhallgató. A beállítás úgy szól, hogy 100 frag vagy 10 perc. Jó? Aztán szurkoljatok. Igyekszem nem sűrűn meghalni. Na, már szét is lőnek. Itt a német juhász. 42 életerő. Azt majd igyekszem közben mondani, mert valószínűleg ti nem látjátok. Itt a róka is, lelőtt a német juhászt. Ja, nem alapvető skill-lel dolgozunk, mint látjátok itt a szélén. Ez könnyű szint. Mindegy. Most majdnem visszamentem beállítani megint az egészet, de teljesen fölösleges, mert... Az igen. Itt egy emberi lény, tehát így a furi között azért... Milyen farkas, mi, hogy feláll a farka? Na jó, hát persze ez a rendes faruk, persze. Itt a pingvin harcos. Eldobott egy szendvicset, persze. Itt van a gyík, vagy mi ez, nem tudom, mindegy. Itt ott vannak a magas sárkány, minden egyes bot oda felugrál. Ezek a nyűszítések, ezek az én farkasomtól jönnek, mert közben lövik. Most éppen 43%-on vagyunk. Van egy ilyen körfűrész, ami... van egy ilyen körfűrész, ami a lőszerek elfogyása esetén ugye felhasználható. Az egész videó bemutató arról szól, nem arról szól, hogy mennyire szarul játszom, hanem arról szól az egész videó bemutató, hogy milyen érzés ez. Hogy nem egy monitorod van, hanem az oldalsó monitorokon te látod, itt látod, hogyha valaki lő rád. Tehát a periférikus látásod úgy, ahogy van, ki van szolgálva,
és jobban bele tudod élni magadat abban a játékban, amin éppen részt veszel. A gyengébb idegzetőknek a játék játszása alapvetően nem javallott, de hát ez a Quake 3 arénára, mint olyan, természetesen ugyanúgy elmondható. Az most rél. Én azt gondoltam, hogy leesés közben majd le tudom lőni, de hamarabb leesett itt egy német jó. Nem tudom, mennyire látjátok egyébként a színét, a formáját. Tehát... közben üvöltözik a csáó. Botról van szó természetesen, még mindig, nem pedig élő játékosról, tehát ezek számítógépes ellenfelek. Ettől függetlenül azért vicces dolgokat képesek generálni, ott a másik hülye, mindegy. Hú, ez real volt, igen. Ez nem talált. Ez, a farkas, ez ilyen. De hát ismeritek nyilván, nem az első. Az a gyíkunk, a lizard. Csak ilyen egyszerűen Liznek van hívva. Hopp, ez kicsit beleterélezve. Tehát ezzel a szúrófegyverrel. Gyere már le onnan. Most lejött, nem? Itt van mi. Megfiröttünk a vérébe. Persze, ilyen gusztusos játékról van szó. Tatár beefsteak. A reakcióidő, mint olyan, ebben a játékban kulcsfontosságú, ugyanúgy, mint a többi Quake-hez hasonló játékban. Aki előbb látja meg az ellenfelet és a reakció ideje jobb, elméletileg győzni fog. Itt jön be a Fortuna asszonynak a nagy lelkűségének a mérőegysége, hát a szerencsefaktor. Mert mindenképpen, ha jól sikerül a belövés, akkor is győzöl, hogyha esetleg kicsit bénább vagy, csak maga a lövés sikerül jobban. Hosszú távon, tehát a teljes játék idején természetesen ezek a dolgok nem érvényesek. Három élet, paf. Ezek a dolgok nem érvényesek hosszú játék idején, mert ott ki fog jönni, hogy ki az, aki ügyesebb, és ki az, aki nem. Egy-egy esemény esetén természetesen ezek játszanak, de amúgy utána már nem. Van hátránya is a három monitornak, hogy azon kívül, hogy kiszolgálja a periférikus látásod. Nem bírtam belőni. Na, itt kettő, igen. Hogy ott fölül van a chat, ilyen apró betűkkel esélytelen elolvasni. Itt a jobb oldalon pedig az van, hogy hány pontot kell elérni, és abból neked mennyi van. Tehát 100 pontot kell elérni, 35 van neked, és aki utána jön második, annak mennyi pontja van. Közben egyfolytában lőnek géppuskával, persze sebződök is tőle. Bakker, eléggé durván. Itt van a róka, puff, erre várt, hogy kijöjjek. Nehezebb fokozaton szerintem ezt még nehezebb elviselni, illetve hát kontrollálni. 37 ponton van, a másodiknak 32. Tehát egy hajszányival vagyok csak az élen. Ugye minden egyes ölésért egyetlen pont jár. Speciális bázisvédő ölésekért, például a zászlófoglalós játékban, ott 2 pont jár egy ölésért, de ezek fontos úgynevezett fragok. Minden egyes pontot, illetve gyilok eseményt fragnak hívnak. Hát ez kemény volt, igen. A reakcióidő itt, mondom még egyszer, itt nagyon fontos. Tehát akinek kicsit redukáltabb reakcióideje van, hát az gyakorol többet. Esetleg picit egyszerűbb ellenfelekkel, tehát nem ilyen nehézségi szinten. Tehát teljesen majd, hogy nem minimumra vissza lehet venni a... Ajj, de lassan tölt újra az a rél. Ezt nem tudom, mennyire láttátok, de ez egy fejes volt. Igen, ez chatfrag. Botok ellen természetesen ez él. A
rendes játékosok esetén, amikor ők elkezdenek írni, azt valaki lelövi, az igen erős, durva, unfair játéknak minősül, és ebben az esetben az adminok már amennyiben vannak, hát el tudják lucsúztatni az adott, hát nem fair játékost. Tehát chat fregelni a legvégső esetben sem. Nem fog menni. Ja. Körfűrésszel próbálok támadni, de na, most sikerült. A körfűrésznek az a hátránya, hogy csak közelről működik. Igen. Távolról nem, persze, tehát azért. Nem lehet dobálni azt a körfűrészt, nem? Itt a rél. Ó, és mellé, jó. Dupla gyilók. Nem tudom, mennyire láttátok. Persze vannak sokkal nagyobb pályák is, mert valószínűleg ezt észleltétek, hogy ez minimális méretű pálya. Tehát ez nem egy... Ez hogy lehet? Most a rél ezek egyfolytában, tehát ezzel a lassan utántöltő... Na, erre meg itt a rakéta, igen. Engem is lőnek egyfolytában, hol géppuskával, hol mással. Róka koma. Paf! Itt áll a farka főleg. Érdekes. Ez a hullamerevség. Ez a nagyon régi vicc, amit azért régi barátomtól, egy szakástól hallottam, hogy miért van az, hogy amikor meghal a szakács, akkor megmerevedik, ez a hullamerev séf. Ez így jót a szó vicc, ilyen mondhatnám fa vicc, és erre lehetne mondani a hullamerev séfet. Ez dupla gyilok volt, igen. Ez pedig találat volt. Jó van. Elfogyott a géppuskából a lőszer, igen. Próbáltam azzal operálni, de nem. Fortunánál nem voltam valami nagy. Igen. Elmentem a földobó mellett. Most mi van, miért nem pattanok föl, tehát. Milhouse. Ez nem fog menni. Egyfolytában körfűrész ezek. Vége, lejárt az idő. Ennyi volt 10 perc. Remélem tetszett. Majd mutatok másik játékot is. Na, amit pedig itt láttok, ez a Nexus Classic nevű játék. Természetesen ez is fejhallgatóból jövő hanggal van megoldva, jó? Tehát máshogy nem tudom megoldani, hogy ti is halljátok a játékot. Remélem nem takarom ki az egészet. Ez is érdekes lesz mindjárt. Na, ez már én vagyok, tehát itt már nem a botoknak a játékát látjuk, hanem a sajátomként. A reakcióidő természetesen itt is nagyon-nagyon fontos. Mondanom se kell, hogy itt már speciál effektekkel dolgozik a játék. Nincs olyan egyszerű grafikája, mint például a Open Arena-nak. Ez már bonyolult OpenGL-es világító fények, térhatású dolgok, tehát itt már sokkal keményebben mennek a dolgok. Fájdalom, elhomályosítás van, meg stb. Hát még a hátulján tartok ennek a ranglétrának, mondjuk így. Gránátvető. A túlzott fény így fluoreszkálva túlzó. Tehát ez nem kamerahiba, hanem ez tényleg ilyen. Érdekes, mert azt hittem meg fog halni. Nem halt meg. 150 élet. Egyszerűbb egyébként gránátvetővel föntről lefelé lőve, mint egy kemper módjára írtani, mert így hamarabb föl lehet jutni a ranglétrán. Természetesen hátulról, leestem. Hátulról nagyon könnyen meg tudnak lepni a többiek. Itt is ugyanúgy botok ellen megy a játék, tehát nem
élő embereket látunk, hanem számítógépes ellenfeleket. Hát nagy a különbség a kettő között, mondhatom. Szó szerint a kettőnek semmi köze egymáshoz, annyira más a kettő. Azért lőnek ám engem is ezzelre. A számítógép színeit, tehát azt, amit itt látunk, ezeket véletlenszerűen válassza ki éppen a számítógép, tehát ilyen rózsaszínes, narancssárgás, ilyen marhaságokat a normál játékosok természetesen nem választanak maguknak. Tehát... Ez a játék is tartalmaz természetesen ilyen modokat, mondjuk, hogy mutátorokat. A modok, a mutátorok abban segítik a játékot, hogy specializálni lehet magát a játékszerver, tehát például, ha valaki meghal, akkor minden által használt fegyvert eldob, vagy csak az utolsó egyetlen fegyvert, ami éppen a kezében volt, az dobja el, vagy gyengeség esetén meghal az ember, mert lemegy az életereje saját magától, tehát vagy csak egyféle fegyver van ugye az egész játékban. Most azért ez csúnyán hátba támított. Ez ilyen géppuska. Sajnos elég gyenge, de viszont gyorsan lő. Egyetlen életerőm van. És nem értem el a pajzsot, ott volt a pajzs szemben. A játék felbontására senkinek semmilyen panasza nem lehet. Igazán gyönyörű szép játék, mint olyan, tehát ezeket a fényeket, amikor meglátja először az ember, nem is hiszi el, hogy ez amit itt látunk, ez a szuper élet. Ez egy vörös kereszt, csak úgy 3D-ben. Relatív egyszerű a pálya, nincsen benne sok nagy trükk. Egy-két ilyen apróbb trükk van benne, de tényleg nagyon könnyen megjegyezhető, hogy hol mi van. Nincsen a botoknak ilyen limitje, hogy csak meddig nézhetnek föl, hanem teljesen fölnézhetnek, teljesen. Közben itt dicsérik egymást a játékosok, hogy hú, de ügyes vagy, meg ezt nem kellett volna, meg ilyen szokásos. Mondhatom, ilyen kandumák vannak benne, elég sok. Itt most nincsen beállítva időlimit, tehát nincsen 10 perces limit. Meg hát rengetegféle pálya van, tehát annyi sokféle pályán lehet üldözni a többieket. Hopp, ezt pont eltaláltam, ugyas. Ja, meg a fegyvered színe. A fegyvered színe az olyan lesz, mint amilyen te magad vagy, olyan színű. Tehát ha eldob egy piros játékos egy piros rakétavetőt, akkor a kezedbe, ha fehér vagy, akkor fehérré válik. És ha eldobod, akkor az adott fegyver ott fehér is lesz. Tehát láthatóan fehér lesz az adott pár. Mindegy, hogy milyen színű volt, ezt akartam mondani. Na, itt azért föl lehet most mosni egészen rendesen. Itt most hirtelen meghalt egy 10 ember. Na, azért megmutattuk egy pár pályát, jó? Hogy a fenébe lehet ebből kilépni? Amikor megy a játék, akkor maximum úgy lehet, hogy kiveszem a botokat, így, és akkor kus van. Szóval itt látjátok ezen a bal oldalon, hogy mennyi sok-sok pálya van ebbe a játékban, hát nem egy egyszerű dolog. Ami az előbb nem töltődött be, pálya, azon én már játszottam egyébként, ugye nem értem, hogy miért nem töltődött be, akinek esetleg megvolt a... Nem tölt be. Valami... hibája van. Nincsen megszületési pont, tehát spawn point. Valami hiba lehet ezzel a dologgal. Nem fog betölteni, valami baj van. Vannak olyan hatalmas pályák egyébként, amik ezzel a monitorral látva lélegzett elállító méretű. Az egyik ez. Ez a pálya, ez két hatalmas kommunista bázisnak a harcát próbálja elmesélni. Jó? Nem lépek be a játékba, csupán a ilyen spektátor lebegési módba próbálom elmutogatni, hogy a pálya mérete mekkora, jó. Ez az a hely, ahol megszületik a egyes csapat, és itt az üvegnek ezen a felén itt születik meg a kettes csapat, jó.
Itt van az 1-es kimenési hely, 2-es, 3-as kimenési, ezek a fák. Majd mindjárt megmutatom, mit jelent. Itt van az 1-es emelet, a 2-es emelet és a 3-as emeletnek a kimenési helye. Itt van az 1-es zászlóhely és a 2-es zászlóhelynek a kimenési helye. De ahhoz, hogy tudjad, hogy melyiken kell kimenni, az a pályát ismerni kell. Na, ekkora a pálya. Tehát én most megyek oldalra, de mint az állat, tehát gyorsan. Most az egész pályát belülről látjuk. Egy picit megpróbálok arrébb menni, jó? Fönt van a föld színe, az a földszint. Itt lejjebb 4 emelet mélységben vannak bunkerek, és olyan folyosók, ahonnan te majd indulsz és megvéded a zászlót. Itt van egy ilyen elválasztó vonal, amit egyetlen alagút köt össze. A két bázist, most így mutatom, hogy lássátok, tehát a két bázist egyetlen pici alagút köti össze, de itt rengeteg szoba van és folyosó, ahol szó szerint el tudsz veszni. Jó? Menjünk fel a felszínre, itt vannak a fa kimenési pontok, majd ugye megmutatom, hogy fog ez kinézni. Jó? Tehát így néz ki a pálya fölülről. Amikor te már látod a pályát, tehát itt mondjuk mész itt a pályán. Na itt az egyik bázis, és közben itt végig lehet rohangálni, tehát én most túl magasan repülök, tehát valahol itt rohangálsz a pályán, és lövöldözöd az ellenfelet. Itt el vannak szórva fegyverek, meg hát ilyen pick-up-ok, amiket így föl lehet venni. Van ilyen lőrés. A lőrésben az a poén, hogy kívülről befelé nagyon nehéz lőni, és ugye itt látjuk, milyen kialakítású a lőrés, tehát ez nem véletlen, mert belülről kifelé pont kézügybe esik a lövési rés. Na jó, mondjuk azt, hogy mi most éppen innen jövünk az alagútból, és megtámadjuk a nagy bázist. Ugye se jobbról nem lőtt le senki, se balról. Megyünk tovább, ezt az ajtót ki kell nyitni. Honnan nyílik az ajtó? Csak belülről. Ezt nem lehet kinyitni kívülről, mert ez egy bunker. Tehát innen belülről kell kinyitni ezt az egészet. Van hozzá egy kapcsoló, azt hiszem ebben a szobában, nem biztos. Igen, itt a kapcsoló. Tehát itt van eleve egy őr, aki látja, hogy ki jön be, és ha beengedi azt a valakit, akkor itt a kapcsolóval, ez a kék kapcsoló itt a falon, ezzel a kék kapcsolóval kinyitja az ajtót. Akkor be tud jönni. Ilyen orosz feliratok vannak a épületben, mindegy, nem fogom tudni megmutatni az egész létesítményt, a komplexumot, mert mondom még egyszer, 4 emelet mély, és még mindig van 2 emelet. Tehát itt látjátok, hogy ez a -1, a -2, a -3, a -4, az alsó az a -4. Szint, és innen még lépcsővel le lehet menni még egy szintet itt az alaksorba, ami a -4 alatt van. Tehát ez így néz neki. Ez már itt a -4 alatti alaksor. Innen úgy tudsz kimenni, hogy eleve gyakorolsz. Ez például egy ilyen gyakorlós szoba. Ha lelövöd valamelyik bábút, akkor azok lebuknak. Értelemszerűen azt a színt nem szabad lőni, azt a pirosat, meg azt a másik pirosat, csak a többi feketét. Minden egyes szobának megvan a saját szerepe. Ez az irányító szoba. Elméletileg én úgy emlékszem, zászló rablás esetén itt van a zászló. Tehát a leghátsó sarkába a pályának, itt vannak a megszülető helyek. Ez azért nincs összekötve a pályával, mert ugye innen átteleportál a játékos. Az FPS szám, ami a megjelenítési szám, azért az lecsökken igen durván. Tehát amikor mindent meg kell jeleníteni, azért ő is megizzad. Tehát amikor kívül vagyok, és az egész pályát mutatni kell, akkor ez a szám nem éppen kielégítő. Amikor ide bejövök, és nem kell csak ezt a pici szűk részt megjeleníteni, akkor már egyből jól érzi magát, akkor nincsen leterheltségi problémája. Jaj. Víz alatti hely, mindegy, kicsit kimegyünk itt ezen a részen, ez egy rakéta. Az egyik videóban láttam a YouTube-on egyébként, hogy ezekkel a rakétákkal, ha mind a hármat sikerül kilőni, akkor a másik bázis megsemmisíthető, de már nem találtam meg ezt a videót, úgyhogy már nem tudom, hogy hol van. Meg annyian nem voltunk ezen a pályán, hogy ezt igazán ki tudjuk próbálni. Innen látva nem is tudom, hol a másik bázis. Tehát ahhoz föl kell menni. A pálya mérete, hát nem egyszerű. Itt van mind a két bázis teljesen fölülről. Most ilyen 30 FPS körül van a mérőszám, nem tudom mennyire látni a videóban. Hát nem egyszerű. Ugye mind a két bázisnak megvan a 3-3 rakétája, és
Hát amelyik előbb lelövi a másikat, az győz. Hát de ide legalább annyi kell, hogy 16-16. Mert különben soha nem találsz meg senkit a pályán. Tehát ez valami hihetetlen. Botokkal játszani ezen a pályán az halál. Mert a botoknak nem tudod elmagyarázni azt, hogy álljál ide, és amikor én jövök, akkor engedjél be. Tehát ide eleve csak úgy lehet jönni erre a pályára, hogy fel vagy készülve. De felkészületlenül nem igazán javaslott, nem igazán javaslott ide bejönni. Hát itt van zuhanyzó részek, te kicsit fel tudsz frissülni, lassan hullámzó víz a mosdóba, nem tudom, ki lötyögteti a vizet, mindegy. Na, így nagyjából ennyi, jó? Mutatok azért még pályát, hát ha elnyeri a tetszéseteket. Itt van kettő kastély. Ez ugyanaz, mint ez a kommunista bázisos, csak itt két kastélya. Annyi előnyünk van, hogy a kastélynak a fő hídja, úgy emlékszem, hogy egész könnyen lejön. Igen, a betöltési idő, az nem egy SSD, igen. Az még a régi HDD-nek a betöltési sebessége, amit éppen látok. Gyönyörű korhoz, illetve korokhoz illő ilyen piros-fehér csempe. Ezt nem tudom, kinek az ötlete volt, hát ez egy fénykép, jó? Tehát ez nem a táj, ez egy fénykép. A kastély, ja? A tégla, mint olyan, hogy kijön a falból, a fuga, meg bent van. Tehát ez rendes tégla, nem csak egy sima textúra, vágod? Nem tudom mennyire látni a videóban, hát nem egyszerű. Tehát minden egyes tégla itt az épületben így kijön. A fuga meg bent van. Mindegy, itt végig. Mindenhol. És a teljesítmény ilyen 60 fps körül van. Mert nem az egész pályát látjuk, ugye? Mert csak így megyünk körbe, itt az egyik vár és ott a másik. Tehát a kettő között teljesen minimálisnak mondható távolság, egy kis fenyőerdővel aztán kész. Nem valami extra dolog. Én úgy emlékszem, hogy ilyen föntről lőttük a botokat még annak idején, amikor ezzel játszottunk. Igen, ide föl lehetett valahogy jönni, valami létrával, ha nem emlékszem. Már elég régen vettem elő ezt a pályát és ezt a játékot. Nem emlékszem már. Ugye? Itt egy gomb. Ez egy gomb, ez a nagy vagy kapcsoló, mondjuk inkább kapcsolónak. Itt a létra. Tehát itt föl lehet menni, és ha fönn vagy a várba, már természetesen ebbe a vártoronyba, akkor át lehet lőni a másikhoz, oda, szembe, vagy lelőni azt, aki ott lent van. Kapcsoljunk be botokat? Nézzük be, hogy működik mi. Na gyerünk! Lehet, hogy eltévedt egyébként a bot. Nem tudom, most ez már én vagyok, tehát ez nem a bot, amit látunk. Ez a másik bázis, a kékek bázisa, azért kék-fehér itt a talaj. Közben már megy a lődözés, csak én nem nagyon tudom, merre kéne menni. Géppukka. Persze egyelőre nincsen mire lőni. A terület, a falak, meg így önmagában magák a textúrák és ezek a részek, hát itt ki lehet látni. De persze nem fog jönni arra senki, tehát nincsen a szerencsém. Ilyen lőrések vannak a falba, de nem igazán tudom, merre kell menni, tehát kicsit nehéz lesz így. Ez a király Tontrem, de... Trontrem! Ez a kedvenc fegyverem, amit most éppen felvettem. De still nem tudom, merre kell menni. Itt a nagy kapu. A kapu, ez a főbejárat. Megint itt vagyok a trónterembe. Valahogy innen ki kéne. Kicsit elfelejtettem, hogy ez nem csapatjáték, hanem mindenki ellen van. Azt is beállíthattam volna egyébként, lett volna annyi a szám, hogy csapatjáték. Ezt nem rakták bele, ezt a viccet, hogy amikor mész rajta, akkor zongorázik. Pedig az lett volna az első, amit kipróbálok. Nem tudom, hogy kell kimenni a vágóból. Na, megint itt vagyok a trónteremben, nagyon jó. Könnyűen eltévedni egy olyan épületbe, ami mindenhol ugyanúgy néz ki. Tehát... ez is Zsák utca. Tök jó, nem?
Elsőnek én azt gondoltam, hogy itt ki lehet menni, de nem. Ja, és a játékos az magától meg tud gyógyulni. Ja, itt már voltam az előbb. Nem tudom. Nem tudom, merre kell menni. És hát a fényhatások. Itt is minden tégla külön kilóg. Ne kelljen mondanom többször, így is látjátok. Nem tudom, merre kell menni. Tehát így egyszerűen nem és kész. Valahogy ki kéne jutnom a külvilágba, ugye a váron kívülre. Nem tudom, hogy kell kimenni. Itt ugye láva van, ami... Ez olyan speciális láva, ami a téglát, a kerámiát nem égeti el. Ez a büntetőkamra. Büntetőkamra. Most lejöttek a szögek, teljesen. Most fönn vannak a szögek. Tehát a gombbal lehoztam a szögeket úgy, hogy engem nem öl meg. Vágod? Tehát... És akkor jön le teljesen, amikor kijövök alóla. Azért mondjuk ezzel lehetett volna még dolgozni, nem? Kicsit érdekes, mindegy. Na, ezen a helyen még biztos nem voltam. Semmi nem pusztítható, tehát nincs az az ablak, ami ne állna ellen a géppuskának, illetve a rakétavetőnek. Itt minden vanádiumból van. Nem akarok hülyeséget mondani, de nem tudom, merre kell menni, tehát így felejtsd el. És természetesen zöld emberünknél nem volt semmi. Ugyanúgy eltévedt valószínűleg, mint én, csak ő még ezt nem is tudta, tehát még ennek tudatában se volt. Na most vajon merre megyek? Gránátvető. Ki lehet vele lőni az ablakon? Oké. Okay. De nincs ott senki, akire lőni lehetne. Tehát nem vicces. Ez valószínűleg a királynak a hálója lesz. Nagy, szép, homályos könyvekkel. Mindegy. Tehát nem tudom, hogy merre kéne menni. Lövésem sincs, mondhatnám. Na jó. Ez nem nyílik ki, ez az ajtó. Akkor gombbal nyílik, te hülye. Na, kim vagyok a tetőn? De király, most jöttem ki a tetőről. Ezt képzeld, olyan emberekkel játszanék, mint amilyen én is vagyok, hogy senki nem tudja, merre kell menni. Hát az milyen vicces, nem? Lézer. Na. Itt nem lehet leesni, tehát azt felejtsd el, itt van egy üvegfal előtted, ami meggátol téged abban, hogy te leessél. Érted? Ezzel viszont le lehet esni, ez a lézerugrásnak nevezett trükk. Azonban, ha így leesel a vár tetejéről, hát nem lesz jó vicc. Ott alul megy valaki egyébként, és nem tartom túlzottnak, esélyesnek, hogy eltaláljam. Ő sokkal könnyebben eltalál engem, mint én őt. Le is esett egyébként az életerőm 38-ra. 20-ra. Persze saját magamat lőttem egyébként, mert nem álltam elég közel. Most a két vár között vagyok. És itt még van is kire lőni. Ott van egy másik fönn a lépcsőn, vagy mi az a... Közben elfogyott az egyikből a lőszer, azt fővettem a másikat. Így, amikor föllövöd magad így a levegőbe, egy pillanatra körbe tudsz nézni. A probléma a fellövéssel az, hogy te sebződsz közben.
Itt van megint a sárga ember harca a zöld emberre. Lőnek egyébként valahonnan, de... Na ezért jó a több monitor. Ha mellé csapódik be a lövés, már látod honnan. Bizonyám, ott van mi. Természetesen ennél a játéknál is, mint a másik többinél, nagyon fontos dolog, mint olyan a reakcióidő. Tényleg, au. Melyik volt az a szemérmetlen? Elfogyott a lőszar. Persze nem vettem fel a shieldet, hát pajzsolt, persze, hát minek azt nem kell. Shotgun. Ezt most meg fogják szólni páran, mert ez nem a Shogun film. Igen, ez a shotgun. Ez az, amivel az alapértelmezett játék indítása esetén mindenki rendelkezik. Csak és kizárólag teljesen közelről hatékony, akkor azonban egész jó. Bebújt a fa mögé. De egyébként egyetlen láb kilógása esetén már láthatjuk a... Azért kell pumpálni, tiszta hüvely, lőszerüve itt az egész rész, az mind mi szortuk szét, ügyesek vagyunk. Vesztes, loser. Itt dicsérik egymást a játékosok. Most felvettem egy ilyen pirosan világító vackot, és amerre megyek, itt kiállnak a kövek a falból egyébként. Tehát amerre megyek, ott látható a piros fény miatt, hogy én ott vagyok, és az de jó. Nem tudom, miben segít nekem az, hogy én most rohadtul világítok kéken. Színvak vagyok persze, pirosan világítok. Nem tudom, mire jó. Tehát, rakéta! De szerencsére nem volt sok rakétája emberünknek. Massacre! Ezt meg akartam mutatni, csak már későn kaptam észbe. A két ember által eldobott fegyver más színű volt azért, mert az egyiknek ez volt a főszíne, a másiknak meg az. És egymás mellett forgott két teljesen más színű, ugyanaz a fegyver. Ügyes volt egyébként, mert amiközben lőttem, ő fölvette a... Gyere már ki. Tehát látjuk, ez egy ilyen zöld színű géppuska, és nekem meg szürke színű van. Ha piros lenne a főszíne, itt meg a sima szürke színű pisztoly, géppuska forog. Tehát olyan színű a fegyver, amilyen te magad vagy. Ha eldobod, attól még az olyan színű lesz, aki eldobta. Na, mutassuk másik pályát is. Nem csak ez egy pálya van. Próbálok ilyen nagyobb pályákat mutatni, jó? Ez a pálya most egy olyan pálya, ahol egyetlen torony van, csak az jó nagy. Jó? Elég világos pálya lesz? Csak shotgunnal rendelkezem itt per pillanat. Csak és kizárólag teljesen közelről. Itt ilyen finom dombornyomatok vannak a földön. Olyan, mint egy penészes sajt. Tehát ami lejjebb van, az zöld színű, ami följebb van, az sárga, és a teteje fehér. Nem tudom, így látszik? Így. Hogy ilyen hullámos az egész terület. Meg ez az egész, amin vagyunk. Nem néz ki rosszul, mondhatnám. Kéne valami normálisabb fegyver, mert ez a soti, ez... Hát nem megyek vele messzire. Na, itt egy rakétavető. Időzítés. A rakétavető lassan megy, ér célt. És bőven az áldozat elé kell lőni ahhoz,
hogy el is találd. Tehát valahogy meg kell becsülnöd a rakéta odaérkezési idejét, meg a játékos odaérkezési idejét, és ebből kell majd valahogy megbecsülnöd, hogy hova kell majd lőnöd. Na, most benn vagyunk ebbe a kastélyba, megpróbálok fölmenni a tetejére, csak már nem is emlékszem, hogy a fenébeken. Hát nem így. Közben a többiek ölik egymást, mint a gép, igen. Hát ezek botok, ugye? Jó, hát rakéta az nem fér ki a lukon. Jaj, ne már, megint itt van ez a hülye szöggenyó. Nem tudom melyik hova vezet, tehát ötletem sem sok van. De itt akkor lemegyünk. Olyan szűk itt minden, hogy nem hiszed el, hogy elférsz, de tényleg elférni. Na most például beleestem egy lávába, ami az egész padló miatt van, mert lement az egész padló, és én meg beleestem a lávába, szóval ilyen vicces volt. A nap úgy van beállítva, hogy a lehető legtöbbet vakítsa. A pálya készítőinek ez egy nagyon szándékos húzása. Csak és kizárólag teljesen közelről hatékony. Az összes többi esetben nem. Tripla kill. Itt is lila volt egyébként a fegyver, amit fölvettünk. Nincs annyi idő egyébként gondolkozni az ilyen játékok esetében, mint a Vágó István műsorában. Na ez hogy tetszik? Itt ezek a csempék, téglák. Az egész játék ilyen egyébként, tehát nem egy csempe ilyen, vagy egy kettő csempe, hanem mindegyik. Megkeresem a bejáratot, jó, megpróbálok közben nem meghalni. Itt a bejárat. A bejárat az vicces, mert itt lehet fölmenni végül is a... Ez nem az. Nem mondanám, hogy tudom, hol vagyok, tehát... én nem ezt kerestem. Én egy olyan részt kerestem, ahol ilyen széles lépcsőn föl lehet menni teljesen. És így esik bele az ember a lávába. Tehát nem visszajön a padló. Nagyon vicc. Nem tudom, mi történik, csak azt írja ki, hogy ki csinálta éppen a pályát. De ettől nem lesz jobb. Nem tudom, hogy lehet ide fölmenni. Nem tudom, hogy lehet spektátorba visszamenni. Betöltjük újra a pályát, jó? Újra betöltjük a pályát, és akkor spektátorba fölmegyünk, jó? Mert szép egyébként a torony. Na, innen alulról indulunk. Itt van a bejárat, itt bejövünk, és valahol föl lehet menni. De nem mondanám meg, hogy hol, mert ugye megtalálom. Ez is olyan lépcső, mint a másik. Igen. Hát haver, itt lehet még följebb menni, igen, itt van a rózsaszín rész, és itt középen még ki lehet menni. Aha. Így. Ez lift. A lift visz föl ide, és innen, már nagyon rég jártam már erre. Most ez a fény itt honnan jön, ami itt van? Hát nem értem, mindegy, nem kell mindent értenem. Tehát a nap úgy vakít, ahogy lehet. Tehát úgy full, teljesen. Na, úgyhogy itt vagyunk a legfelső toronyban, és innen lehet lőni a többieket, mert az milyen vicces. Van vízesés is, mert ugye ez itt viszi a vizet. Csak valahogy itt elfelejtették a vizet belerakni. És itt, valahol itt, na, sajnos nem látni.
itt ömlik a víz a végén. Kicsit följebb megyek, hogy jobban lássátok, jó? Úgy vakít a nap, hogy az borzasztó. Tehát innen végig jön a víz, és így leesik. Ez ilyen vízesésszerű dolog, itt most benne vagyunk a vízbe, és itt alul forog egy fegyver. Borzasztó világos lett a pálya, tehát azért én egy kicsit sötétítettem volna rajta, de hát nem én készítettem a pályát, ugye elmondhatnám. Pálya készítőnek a titkos helysége, tehát mondhatnám, hogy aláírta a pályát, igen. Na, nézzük meg azt a másik pályát, azt a repülőgépeset, amit én először láttam. Ebben az egész játékban. Ezt úgy hívják, hogy a Corsair. A Corsair pályát nagyon nehéz letölteni a netről, mert valakinek ahhoz be kell hostolni, hogy te letöltsed. Fönn a neten nincsen fönn sehol. Amit látunk, az kettő repülőgép megy egymás mellett. És a repülőgépeken át tudod magad lőni a másik repülőgépre, hogy onnan például elhozd a zászlót. Most átmegyünk a kék csapatba. Ez egy kicsit sötét a pálya, de mindjárt lesz ez világosabb is. Kicsit fölmegyek, hogy lássátok, hogy mi a stájz. Tehát itt vagyunk egy mozgó repülőgépbe. Ez a hajtómű. És mi arra megyünk előre. Elmegyek egész az elejére, jó? Azt kikerüljük, mert majd később elmondom, hogy miért. Tehát ez a repülőgép legeleje, jó? Most mi repülünk itt a víz fölött, jó? Tehát így néz ki a két repülő. Ott a piros repülő, itt meg a kék. Jó? Hogy lehet átmenni? Hát átdobod magad az ágyúval, mert itt van egy ágyú, ráadásul nem ám kicsi. Jó, de hogy becsüljük a távolságot, itt egy kicsit fölkapaszkodunk, mert nem kicsi magasságról van szó természetesen. Oda kéne átmenni a piros repülőgépre. Jó? Hol menjünk? Mondjuk ez egy pont jó hely lesz. Itt átmegyünk, és ezekkel az ágyúkkal, amik arra felé állnak, egyszerűen átlőjük magunkat. Na így három monitorról azért ez kemény. Most két ágyú lő minket ide és oda. Ezt azért csinálom, hogy lássátok, hogy mekkora az egész játék pálya. El tudjátok képzelni, hogy itt most ilyen 10-20 ember kell dobálja ide-oda magát. Jó? Visszaülök az ágyúba, jó? Ez azért lesz fontos egyébként a későbbiek folyamán, mert itt a zászló persze, amit el kéne vinnem. Hol a följárat? Itt. Elkezdem magam ide-oda dobálni az ágyúba, és beteszek egy pár botot. Jó, ez azért van. Így. És beteszek botot, jó? Ez azért jó, mert egyből látni fogjátok, hogy ide-oda ugrálnak majd a botok. Ott már megy egy. Itt jön a másik. Közben itt anyázzák. Most mellé estem. Ez azért van egyébként, mert közben rám lőttek közben, tehát nem hagytak engem ott békén. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy itt van olyan, hogy kémlelő kosár. Innen is lehet ám lőni. Jó, tehát a gyávábbaknak, mert a kempereknek mondom, hogy ott fönt van még hely, jó, oda lehet nyugodtan menni, és akkor fú, milyen vicces vagyok. A szemét. Lehet, hogy eltaláltam, de nagyon valószínűleg nem tartom. Eltűnt, nem tudom hol van, mindegy. Itt van lenne az ő zászlójuk, most egyet azért elviszek, tehát egy zászlórablást azért csinálok. Nálam van a zászló, csak nem voltam erre biztos. De itt van nálam. És hazalövöm magam a zászlóval a hátamon. Menet közben a kanyarodást nyomod, tehát hogy más irányba mész, akkor nem esel rá a ti ágyútokra. És ugye a zászlórablás szabályainak megfelelően itt kéne legyen a kék zászló. Ha nem vitték el, tehát ha elvitték a kék zászlót, akkor vége. De szerencsére visszakerült, úgyhogy hozzáérintem. Scores!
Tehát pontot szerzett a kék csapat. Hatalmas repülőgépekről egymásra, ott van föl. Éppen esik lefelé. Szerintem nem találtam el. Olyan messze van, olyan kicsi, ott repülnek ketten. És most is éppen kilőtte magát egy bot. Tehát a pálya az annyira igényesen van megcsinálva, hogy lehet tudni, hogy a botok használják az átlövést. Itt jön egy piros. Nem biztos persze. Most föllövi magát a kosárba. Itt egy haver, igen. Na, menjünk már át. Nézzük már meg, hogy mi a fene van. Ja, a hajtóműben nem kéne beleesni, tehát ez egy ilyen apró jegyzet a részemről. De. Elvették a vörös zászlót. Hát igen. Az ilyen az a vörös zászló, azt elvevődik magától. A botok természetesen eléggé könnyűre vannak állítva, így valamivel könnyebb azért bemutatnom, hogy mégis merre folyik a Duna. Most hazalövöm magam, jó? Ó, de jó, pont elé estem. Ha megint beleesek az ágyúba, akkor megint visszalövöm magam, és akkor ide-oda megy megint. Scores! Na, akkor megyünk tovább, jó? Na, amit most éppen láttok, ez egy ilyen föld, ilyen fűvel alul, meg egy-két ilyen levéllel ott fönn. Itt látjátok fönn, hogy ez a Wildlands nevű játék. A kezdőknek elmagyaráznám, hogy az összes játék, amit eddig bemutattam, ingyen van. És nem azért van ingyen, mert fő van crackelve, hanem mert tényleg ingyen van. Ez az egész játék a Settlers 2-re alapul. Oké, tudom, van, aki nem ismeri a Settlers 2-t, de... Hát... mondjuk, hogy szégyelje magát, jó? Choose Saved Game. Ez egy magyar felirat itt, jó? Tehát aki most beleköt abba, hogy teljesen magyar a játék, az szíjon gázt, jó? A játék egyébként magyar. Nagyjából 80% készültségben van, mint olyan. Most betöltök egy játékállást, amit hát már nagyjából egy hete hagytam félbe. Egy ember van és 7 bot. És mind a 7 bot középen majd találkozik. Tehát nekem, mint embernek nagyjából az lenne a dolgom, hogy a saját birodalmamat megvédjem addig, amíg a többik megölik egymást. Ez mind a betöltési idő. Ez még mindig nem SSD. Ez csak egy sima HDD. Ne felejtsük el, hogy ez az első betöltés a játéknak, tehát mindent be kell tölteni. Hangerő. Igen. Nem haltok semmit. Hol van? Hát itt nincs is, itt van hangbeállítás. Jó? Nem tudom, mennyivel lett jobb. Ez tényleg ennyire akadozik, mint amit most itt láttatok egy pillanatra. Később egyébként az akadozás elmúlik, mert minden egyes részét a játéknak ő ilyenkor betölti. Utána az akadozás így megszűnik. De amíg azon a területen te nem vagy, addig az be se tölti, hogy ott milyen házak vannak, milyen utak vannak, milyen olyan területek vannak, amiket esetleg te felfedezhetsz, jó? Olyan sokat nem kell görgetni oldalra, tehát scrollozni, nem kell olyan rengeteg sokat, mert mindent látsz. Van itt nekünk egy frankó térképünk. Elképzelni sem tudom, hogy mennyire látjátok pontosan. A térképről azt kell tudni, hogy ki van egyensúlyozva. Minden egyes szelete a tortának pontosan ugyanazt kap, pontosan ugyanabból. Tehát mindenkinek ugyanannyi nyersanyag jut. És itt ez az a rész, amit középen éppen látunk, ez, itt érnek össze a szárazföldek. A lávába természetesen nem lehet építeni. A Settlers 2 szabályainak megfelelően, ha egy határőrházat, vagy egy tornyot, vagy egy erődöt, vagy valami hasonlót ide felépítesz,
az ő hatósugarában minden ellenfél épületet meg lehet támadni. Ha nem hadi épület, akkor az meg is semmisül egyből. Ugye világos? Tehát itt látjuk a zöldeket, a pirosnak a hatalmas területét, itt alul vannak a lilák, itt fönt vannak a fehérek, és én legfölül vagyok itt, profi katonákkal mondjuk. A profi katona az azt jelenti egyébként, hogy ezt lehetne fejleszteni. Erre való a küzdőtér. Ezt nem tudom, mennyire látjátok ezt a feliratot, mint ablak. A küzdőtérnek szüksége van pitára, mint kenyér, halra, húsra és nagyon erős sörre. Ha ez a négy dolog megvan és a megfelelő mennyiség megvan, akkor egy amatőr katonából lesz egy profi katona, vagy egy profi katonából lesz egy olyan profi katona, aminek az egyik tulajdonsága egyen jobb, mint az alap. Nem tudom, hogy sikerült szépen elmagyarázni. A Settlers 2-nek van egy csomó szabálya. Például az, hogy az erdőr kunyhóból mennyi kell, és a favágó kunyhóból mennyi kell. Az erdőr ülteti az erdőbe a fát. A favágó meg vágja ki a fát. Tehát ezek a srácok egymást kisegítve dolgozzák, és a kettőnek a végeredménye a fa. Jó? Aztán van a vadász, és a vad... hogy van? Jaj, már hogy van. Vadászkunyhó, meg van egy vadvédelmi kunyhó, olyan kunyhó, vadőrkunyhó, itt van. Abból van kettő vadőr. A vadőr az, aki szabadon engedi az állatokat, amik fiatalok. A vadászkunyhóból meg kimegy az ember és lelövi a vadakat, amikor már nagyok. Hogy a vadőr honnan szerzi be a vadat, senki nem kérdezi meg tőle, csak úgy van. Hullik az égből, nem tudom. Az a lényeg, hogy ez a kettő pedig a vadhúst termeli. Akkor van itt egy ilyen kicsi pocsolya rész, ahol egyfolytában hemzsegnek a halak. Ezért halászkunyhót kell csinálni. Itt nincs olyan, aki dobálja be a vízbe a halat, halvédő kunyhó, vagy nem tudom, valami hülyeséget találok ki. Vannak fogadók, ahol előállítják a... Micsodát? Ó, már nem tudom. A fogadóba állítják elő az uzsonnát, a harapnivalót és az ebédet. A sörfőzdébe, meg a kis sörfőzdébe, ez két külön épület. Tehát a kicsi sörfőzdéből lesz majd a nagy. Na most a kis sörfőzdébe csak sima sört csinálnak. A sörfőzdébe, a nagyba meg erős sört, ami majd a küzdőtérre kell. A pékség csinálja a pitát búza szárból, tehát búzakalászból és vízből. Nem kell hozzá liszt, nem kell hozzá semmi, csak búza, meg izé, tehát hogy megold mindent. Aztán van mészégető. A mészégető az egy nagyon vicces dolog, mert a valóságtól kicsit el van rugaszkodva. A kőből, vízzel és szénnel csinál cementet. Ezt nem tudom, érted? Tehát a cement a nagyon erős épületek építéséhez kell. Jó? Szénbánya. A szénbányában eszik a harapni valót, cserébe termelik a szenet. Hogyha mélyíted a bányát, akkor már nem elég a harapni való, akkor már uzsonna kell. Hogyha még tovább mélyíted a bányát, akkor viszont már vacsora kell. A bányász szintet tud lépni, és lesz belőle bányász, főbányász, és amikor megint szintet lép, akkor mesterbányász lesz. Nem minden szakmában van szintlépés. Ugye világos? Tehát van a bányász, itt látni egyébként, hogy melyikből van szintlépés. Van a bányászból, a kovácsból, meg a... Mi volt a harmadik? Ja, a kocsmárosból, a sörfőzőmester. Na, ez a játék egyébként nagyjából erről szól. Olyan épületeket kell mindig építened, ami a... Hát az adott épületnek mondjuk, hogy megfelelő. Adott területnek megfelelően... tudsz esetleg támadni, vagy ilyesmi. Itt van az én határőrházam, 5 ember van benne. Itt egy előörs, egy őrház, egy előörs, egy határőrház, és egyikbe sincs katona. Nem tudom megtámadni addig az épületet, amíg nincs benne katona? Hát esküdni azért nem mernék rá.
nem tudom, hogy kell megtámadni egy üres épületet. Tehát valószínűleg nem is lehet. Space gomb. A space gombban jelenik meg az az ábra sor, hogy hova, milyen nagyságú épületeket lehet építeni. A zöld jelenti a fullos házat, a piros csak a nagyon picit. A narancssárga az a közepest jelenti. Itt a szélén csak bánya építhető, mert ez hegyvidék. Előrébb, itt már nincs üres terület. Tehát már nem építhetek semmit. Természetesen azért építek még egy őrházat. Hogy mondjam? Hát innen így hirtelen szükségesnek tűnik. Még egy őrház. Miért ne? Nem? Most itt nekem van két erődöm, kettő, ez a bejáratot őrzi, meg az aranybányát. Minden egyes esetben, amikor egy katona fejlődik, akkor visszamegy ide, a küzdőtérre, és ő fejlődik magának. Főhadiszállás. Egyetlen aranytömböm van, és 7 aranyércem. És nem tudom megoldani azt, hogy aranyércet csináljon a kohó. Mert ő nem csinál. Van egy csomó szene, meg aranyérce, amiből ő aranyat csinál, mint aranytömb. De ő nem azt csinál, ő vasat csinál. Valószínűleg, ezt most csak így tippenem, valószínűleg úgy kell majd csinálnom, hogy kiképző tábort kell csinálnom, mint amilyen a Morpheusnak volt a Matrixba, csak ők nem így oldották meg, hanem szimulátorra. És a kiképző tábornak is természetesen 4 aranyra van szüksége, hogy elkészüljön, ezt valahova beépítik. Tehát a játékban nincs olyan, hogy annak az embernek kell fizetned, aki csinálja. Különben egyetlen épület nem épülne el. Épülne fel. Így soha. A játék lassú ütemű, nem egy kapkodós real-time stratégia, mint például a KKND vagy a most következő játék. Jó? Tehát ez egy kicsit ilyen kicsit lightosabbnak mondható játék. Kicsit ilyen nyugodtabb mentalitású emberkéknek. A játékállást természetesen elmentem, mert ettől lesz majd a később játszható, természetesen, és akkor menjünk tovább. Ettől a betöltési időtől meg tudok hűlni. Majd a később áttérünk persze az SSD-re. Szóval, amit éppen láttok, az egy Red Alert. Amit éppen láttok, az tud lenni Command & Conquer 1. Tehát úgy hívja, dobálja az atomot rendesen. Az tud lenni Tiberium Dawn, meg... hol van? Hát itt van a Tiberium Dawn, az az első Command & Conquer volt, Dűne 2000 és a Red Alert tud lenni. Többféle mód is leszedhető hozzá, de ezek a alapból benne lévők, jó lesz ez. Na, kreáljunk egy játékot, nem kell internetes játék, csak valami egyszerűt. Hú, annyi pálya van, haver, hogy hát elég lesz. Jaj, na milyen pályát nézzünk? Valami egyszerű pálya kéne, nem? Szerintem jó lesz ez. Leteszünk egy botot. Itt mindegy egyébként milyen keménységűre, illetve erősségűre állítod a botot. Semmiféle hatással nem lesz arra, hogy mennyire lesz erős, illetve mennyire nem. Tehát kicsit ilyen furcsa dolog. Mindegy. Na, start! Nagyon egyszerű pálya, csak 2 játékos, egy számítógépes, meg egy sima, tehát én. És nincsen köd. Tehát... nincs köd. A játék alapvető szabályokkal rendelkezik, mondhatnám. Nem valami nagy pálya mi, itt vagyok élen, ő meg ott fönt. Tehát itt már nincs is pálya. Itt. Kész van a épület.
természetesen nem valami gyors dologra kell gondolni. Ez a későbbiek folyamán, amikor már vannak épületeid, igen durván be fog gyorsulni. A gépnek az építkezését látjuk, tehát van egy főbázis, meg egy mondjuk generátor, tehát ilyen áramszolgáltató. Nekem is ugyanaz van egyelőre, de a gép az gyorsabban épít sokkal. A jobb alsó sarokban is, meg a bal alsó sarokban is van tibériumnak nevezett ilyen bányászható anyag, és minél többet bányászol ki belőle, annál több a pénzed, amit rá tudsz költeni egységekre. Tehát a gépnél már meg is fordult először ez az ürítőkocsi. Nálunk azért ez picivel több időt fog igénybe venni sajnos. Mindegy, hát majd gyorsan meghalok, és akkor vége a játéknak, mentünk a következőre. Egy védőtornyot is látok, már több katonát is, tehát ő már fejleszt, gyárt, ízire van állítva, tehát nagyon könnyűre, ettől függetlenül villámgyorsan meg fog halni. A járműgyárra nyomtam rá, hogy a járműveket tudjam gyártani. Itt a bal oldalt azt látjuk, hogy mennyi a processzor leterheltsége, illetve a játék mennyire foglalt. Hogyha nagyon-nagyon sok bot van, tehát számítógépes játékos, akkor azért jócskán megjelennek a tüskék, és a lag is előkerül, tehát csodára azért nem nagyon kell számítani, hogy őszinte legyek. Na, elkezdtetek építeni kicsi tankot, meg ilyen pici jippet. Ez még így nagyon jó lesz így elsőnek, de későbbiek folyamán azért már a nagy tank is el fog férni, méghozzá nyugodtan. A jobb oldalt választom ki azokat az épületeket, illetve járműveket, amiket gyártani akarok. Hát már most hátrányban vagyok a géphez képest, mert nagyon sok egysége van már. Autója még egy sincs, tehát tankja vagy járműve vagy ilyesmi, de már is hátrányban vagyok hozzá képest. Mindegy, azért még dolgozom az ügyön, hogy ne legyek olyan nagy lemaradásban, hogy őszinte legyek. Van két civil. Most eladtam egy épületet, és egy katonát kaptam érte, meg kettő civil. Na most ezeket a civileket, hát nem nagyon veszem komolyan, hogy őszinte legyek, egyből felküldöm őket, hogy inkább ne is lássam őket. Vannak azonban védelmi tornyok, amik nagyon jól fognak jönni majd a később. Majd még vennem kéne olyan járművet is, hogy közben fogy a pénzem. Vannak olyan védőtornyok, amiket csak akkor lehet letenni, ha már van barak. Na majd mindjárt. A barakba természetesen lehet katonákat gyártani, tehát tréning katonák, ugye? Ebben az esetben. Így már kicsivel rendezettebb ez a rész, de még mindig mondom, nagyon nagy hátrányban vagyok a piroshoz képest. Tehát ő neki már fejlett bázisa van. Villámos toronnyal, meg minden vacakkal megfűszerezve. Annyi előnyöm talán van, hogy a kettő ilyen pénzhozó kocsi egyfolytában hozza a pénzt, csak hát idő. Egyszer elég egyébként, hogyha megjelenik a bázisomnál ez a szörnyeteg, ez a másik gép, ugye? Utána már bepörög az egész. Tehát addig jó nekem, amíg ott fönt a számítógépes játékos nem indul el. Addig jó. Utána már nem. Mert utána vissza fog ide járni, és hát hamar föl fog morzsolni, fogalmazzunk így. Ó, bakker.
Közben rájöttem egyébként, hogy rossz épületet akartam építeni, és már majdnem kész volt a rossz épület, ami nagyon drága, és most ide nem kell. Tehát azért figyelhetnék jobban is. Már jön is a piros. Tehát nem mondanám, hogy nagyon jól állok. Mert már itt van a piros. Abszolút nem állok jól. Ennyi egyébként, tehát egy pár emberrel itt simán le tud nyomni. Nincs probléma abban, hogy lenyom engem például. Tehát ide jön 20 emberrel és kész, meghaltam. Az épületeim is szépen lassan mennek a levesbe, tehát nem mondanám, hogy olyan jól jártam. Van két védőtornyom, azok igyekeznek azért szép munkát végezni, de következő rásnál meg fog halni. Na, mindegy, ezt a játékot is láttuk. Majd a később persze visszatérünk még erre a játékra. Na, milyen gyorsan meghaltam, mi? Na, lépjünk ki. És aztán lássuk a másikat. A legvégére hagytam ezt a játékot, ez a Tikon, bővebb nevén a Transport Tikon, ez az 1-4-1-es verzió. És ugye mindenki, aki ezzel a játékkal játszik, ezt a képernyőt látja, a másik kettőt nem. És innen látjuk, hogy mennyire mesterséges a dolog, mert itt 4 érc bánya kell ahhoz, hogy így karikába eljöve ellássák ezt a két helyet. Mert itt van egy érc feldolgozó. Szóval nem egy egyszerű dologról van szó. Ezt a képernyőt ti soha nem fogjátok látni. Ez nem azért van itt, hogy ti lássátok. Ez van itt azért, hogy lássátok. Az egyes. Na, megpróbálom megmutatni, hogy milyen nagy a térkép, jó? Most nem fogok nehézségeket beállítani, csak 2000, jó? Ez a pálya mérete, hogy 2000-szer 2000. 3000 település van, 5120 gazdasági épület, 1200 mező, és kész. F4, itt a térkép. Nem mondanám, hogy értitek, hogy ez mekkora. Jó? Tehát laggol, tényleg. Tehát nem viccből ugrál ide-oda, tényleg laggol. Ez a teljes 2000-szer 2000-es pálya, jó? És akkor most kinagyítunk, persze nem ilyen a normál nézetbe. Van átlátszósági beállításunk, azt megszüntetjük, jó? Ez a teljes, sima játék. Egy nézetet föl, tehát egy szintet föl, akkor még nem akadozik. Itt a pálya széle. Ilyen furcsa, nem? Tehát amikor ti a pálya széléhez elértek, akkor maximum a feléig ér a képnek. Mivel ez az egész egy kép, ezért ezen a monitoron itt most semmi nincsen. Na mindegy. Még egy szintet hátra. Kész. Ekkora a pálya. Tehát nem mondanám, hogy nem laggol, mert rohadtul laggol. Ha lassan megyek, akkor jó. Ha gyorsan megyek, akkor laggol, de nagyon. Nincs több szint egyébként, tehát ez az utolsó nagyítási szint. Ekkora. Tehát az egész, mondhatnám, az egész földrész belefér a játékba. Tehát nem egy egyszerű méretű játékhez. Úgyhogy ezzel ilyen játszani. Úgyhogy remélem mindenkinek tetszett a bemutató. Milyen érzés Elfinitivel játszani? Hát mondjuk, hogy nem javaslom az egy monitor használatát.
mert az már kevés. Komolyan. Komolyan kevés.